Rendezvényfotókból, természetfotókból és városi életképekből nyílt kiállítás a 60-i galériában. Immár negyedik alkalommal bírálták el a legjobb sajtó és eseményfotókat 60-ban. Ebben az évben is jelentkezhettek a sajtó munkatársai, emellett az eseményfotó kategóriában bárki nevezhetett saját műveivel. A most nyílt kiállításon az elmúlt egy évben készült legjobb fotókat díjazták. Horváth Riárd polgármester szerint a kiállított fotók 60 sokszínűségét is jól tükrözik. Nagyon fontos az, hogy amilyen sokszínű a fotókiállítás, olyan sokszínű az élet is 60-ben, és ezek a fotók ezt pontosan mutatják be, és pontosan mutatják meg. Maga a fotósok között vannak profik is, és vannak olyanok is, akik senkit nem megsértve, hobbi szinten űzik a fotózást, és vannak nagyon fiatalok is, ami úgy gondolom, hogy külön öröm, hiszen ahol a fiatalok megjelennek, az mindig azt jelenti, hogy ott van érdeklődés azután, ami történik. És nagyon fontos az, hogy a fiatalok is olyan pillanatokat kaptak el, ragadtak meg, amelyeket ők fontosnak tartanak arra, hogy itt bemutassák. A legtöbb díjat Albert Péter vehette át, 5 kategóriában is a legjobbnak bizonyult. Nem csak a profi fotósok, a fiatal tehetségek is beküldték fényképeiket. Tóth Angéla, a Bajza József gimnázium tanulója a legjobb hangulatkép és a legjobb kompozíció díját is elnyerte. A legjobb kompozícióért járó díj az itt van, úgy hívják, hogy Unalmas virág. A másik pedig a Hídon című kép, ami itt látható pont mögöttem. Ez egy másik versenyre készült, aminek az volt a címe, hogy Együtt közlekedünk, és ezért láthatóak a közlekedési eszközök a képen. Körülbelül 2-3 éve fotózom, teljesen hobbi szinten indult az egész, aztán vettem könyveket, amiből ugye tudok tanulni, és különböző profi fotós ismerősöktől is kérek állandóan tippeket, hogy hogy lehetne még egy kicsit jobb, hogy lehetne változtatni a dolgokon. Buborék Roland, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola diákja, a legjobb természetfotósorozat díjat nyerte el a Tojástól a Fiókáig című fényképeivel. Azt mondja, nem volt egyszerű ezeket a pillanatokat megörökíteni. Eleinte nehéz volt, mert a anyuka meg az apuka nagyon védte a tojásokat, de elkezdtük őket etetni, és mi így hozzászoktak a környezetünkhöz, és tehát tavaly télen nem mentek el, és már most is költenek. A Szabad Magyar Sajtónapját 1990 óta ünneplik március 15-én, mivel 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt. Ehhez kapcsolódóan a 60-i galéria 2012-ben életre hívta a sajtó és eseményfotó kiállítást, amelyre 60-i és térségi fotósok is jelentkezhetnek. Több kategóriában lehetett nevezni, idén csak nem 160 alkotást állítottak ki.